A focistákon túl közel 1300 utánpótláskorú sportolóval és 100 ilyen versenyzővel büszkélkedhet a Nyíregyházi Sportcentrum, amely így az ország egyik legnagyobb sportegyesülete. A klub most a fiataljait, illetve a szülőket, edzőket várja egy közös évzáró rendezvényre a Continental Arénába. A december 6-ai Mikulás nappal egy új hagyományt szeretne teremteni a sportcentrum, ugyanakkor az is cél, hogy egy kicsit megmutassa magát az egyesület. Fontos szempont volt ez is, hiszen nagyon sok gyerek sportol itt a sportcentrumban. Én azt gondolom, hogy ha minden gyermek itt lesz, illetve minden apuka, anyuka, esetleg nagyszülő is ellátogat erre az rendezvényre, közel 2000-en leszünk majd a csarnokban. A sportcentrum sportolói számos területen bizonyítottak már, atlétái és úszói az ország élvonalába tartoznak, a legmagasabb utánpótlás korosztályban pedig mindhárom csapatsportágban kiemelkedően teljesítettek versenyzői, kosárlabdában és kézilabdában junior bajnokok lettek, női röplabdában pedig a döntőig meneteltek. A legjobbakat külön is díjazni kívánja a sportcentrum, a 80 aranyérmet szerzett versenyzőjükről egy közös fotó készül majd. Ugyanakkor az érmeseknek ezen túl évről évre egy más módon is emléket kívánnak állítani. Tulajdonképpen megvizsgáltuk azt, hogy a Nyíregyházi Sportcentrumos sportolók országos bajnokságokon hány arany, ezüst, illetve bronzérmet szereztek, és ezeket különböző pontokkal értékeltük, és későbbiekben összeadtuk ezeket a pontértékeket, és majd centiméterben szeretnénk egy diagramot elkezdeni az előtérben, amelyet minden évben szeretnénk folytatni, hogy hány, illetve milyen eredményességgel vettek részt a sportolóink ebben az évben. A Mikulás napról senki nem tér haza üres kézzel, minden ifjú sportoló ajándékot kap, illetve egy sztár fellépővel is készülnek a szervezők, a résztvevők Opitz Barbit láthatják majd a színpadon. A rendezvényen egyúttal bemutatják a Nyíregyházi Sportcentrum új logóját is.